Figyelem, a következő videóban extrém baromkodás és hülyeség látható. Megtekintése csak és kizárólag saját felelősségre ajánlott. A videót nem támogatta a Windows OEO szolgáltatása, és a headsetem sem támogatta, mert most olyan helyzetben kell tartanom a bal karomat, amivel VHD-zni fogok, hogy a szégyen, mert már most kezd zsibbadni. Üdvözlök mindenkit ebben a végigjátszásban, amiben az egyik legszorabb PC-s portot fogunk végigvinni az Xbox 360-ról, az Hour of Victory-t. És nem leszek egyedül, mert van egy vendégszereplőm is. Most kellett volna megszólalnom, bazd meg? Igen. Hát faszom, még most csináljuk először ezt, szóval akkor valami navigációt elébb adjál. Gazsi, még reggel van. Nem vicc. Mutatkozz már be a nézőknek. Már ezt így fel fogod tenni? Ezt fel fogom tenni. Nem baró. Na jó van, akkor Magdi néni vagyok, sziasztok. Ebben a formában. És... jó nap. Kronos vagyok, és én boldogítom legtöbb esetben V haveromat, nem vicc. Na, itt megy az jelent, addig egy komoly esküszön megreggelizem. Úgy csörögél, úgy van, hogy egy hörcsög. In Al-Shatar, Cyrenaica, in the Libyan colonies. Once in Al-Shatari will be briefed on your mission. Ez egy nagyon komoly jelenet egyébként, amint látjátok. Kedves néző. Erre több figyelmet fektettek, magára a játékot. Félreérthetetlen módon előbb ez a katon olyan volt, mintha épp könnyített volna magán. Ugye az a meglepő, hogy akik játszottak az Xboxos verzióval, hogy az egy teljesen korrekt, elfogadható minőség volt, semmiféle olyan jellegű hibák nem voltak benne, mint a PC-s portban. A grafika is teljesen elfogadható, szép volt, mikor ezek kijöttek, mert 360 életciklusának a legelején, lehet mondani, 2007 közepe vége felé, pontosan már nem tudom, mert elég rég volt. És akkor mindenki elégedett volt vele, de utána, amikor kijött PC-re, én beszereztem kíváncsiságképpen, hogy milyen, és hát elég érdekes, mondjuk. Igen, így. Most jön a kedvenc részem a játékban. A kibaszott töltőképernyők. Komolyan itt az első pályát 2 percig tölti. Ennyi alatt komolyan meg lehet reggelizni. És igen, olyan hülye glitch-ek vannak ebben a játékban. Volt, az volt a kedvencem, hogy nekem nem mondod, hogy csak ennyit töltött. Nekimentem egy tanknak, és fölborultam tőle. A poén az, hogy a töltőképernyőnek a katonák úgy járnak, mint a csípőficamosak lennének. De azzal nincs gond. Na, megint jön egy jelenet. Barbárok a kapunál. A barbárok. Remélem, hogy veszi a játékot, ha bár amennyire szólók. Hé, most ennek nincsen kalapja, eddig szokott venni. Még nem töltötte be Unreal Engine, tudod? 3-as ráadásul, nem akar. Már most volt? Most már volt. Szaggott a játék, de meglepő. Ebben azért megpróbálom végigvinni így, hogy szaggatni fog. Na gyere ide! Hú vagy! Már szaggott a játék, de azért így is lehet látni, hogy nagyon gyönyörű a vizuális minősége. Sőt, az audiovizuális is tökéletes. Igen. A zenék azok jók. Hát bizony jó, rejteni kellene őket. Külön zenét, külön CD-n hallgatnám őket, ha mennyien vagytok. Fejét kéne lőni, de hát az úgy kéne tartanom a jobb kezemet, ahogy egeret tartom, de most az... Na, megint jönnek 4-en.
még. Igen, akkor majd tovább. És az a vicc ebben az egész, majd tényleg egy 2007-es játék, és full csőszerkezetű az egész pályafelépítés, és semmiféle lehetőség az embernek nincs, hogy most taktikázan, nem olyan, hogy az alagútba menne végig. Igen, végig egy alagút. Na, semmi. Itt meg harcok dúltak, ezek két veréb meg nem hogy segítene, hanem ott áll zsebre dugott kézzel. Hát persze. Meg kell ölnöm ezt a négyet, már megint. Na hol az utolsó? Na hol? Ó, lelőtte, nagyon helyes. Megyünk tovább. Na, közben fegyvert kéne váltani. Valahol egy MP40-et. A kalúzerrel nem bírok célozni. Na, hol van? Áfaszom. Majd lesz a következő résznél. Váltok erre. Maradok a kalúzernél, ennyi. Mortírban jó volt, itt is talán jó lesz. Ha nem, akkor beledöglök, ennyi. Fine shooting soldier, but there's a platoon of Rommel's Katzenjammers making for HQ. Jó, mehetünk tovább. Engedj, na végre. Jó, tudom. Ez a futás, hogy behúzzon. Hát is. Ne fussál el. Egy lövéssel meghal. Jó van. Ez is egy... Ne így, ez... Mellé. Szar, akad a játék. Nem baj, megszoktuk. Hol vagy? Hol vagytok? Állj meg. MP40, add ide. Na végre, ez jó lesz. A németek emiatt a fegyver miatt veszítették el a háborút, szóval nagyon jó. Igen, 44-es az jó, tehát az csak a játék vége fele lesz. És az a poén tényleg, hogy a grafikára most visszatérve, hogy a Unreal Engine 3.0 futna elvileg alatta. És olyan szinten gagyi az egész. Hogy? Szerintem szavakat nem lehet találni, úgyhogy a cenzúra ne sípoljon. Hát ez így gázen. Most meg kell nézni mindent. Közben ezt kell hallgatni. A házaknak a falai, a különböző tárgyak mindegyik olyan szinten szegényes, mint egy 2002-es, 3-as játékból lenne. Igen, és rohadt gépigényes a cucc, ráadásul. Az igaz. És közben hallgatom kell ezt a britet, hogy follow me, this way, hurry, this way, hurry. Idegesítő. Na, honnan lesz ilyen? Szalok el, megyek tovább. Hát te mind bújkálsz. This way, hurry! És a legszörnyűbb mi? Az, hogy a pályák nem is igazán változnak felépítésileg, mert szinte végig ugyanúgy egyfelé kell menni. Igen. Hát az egyértelmű, hogy előre felé kell menni mindig. Nem, az ugyanilyen csőszerkezetűek, semmiféle szabadságot nem adnak. Ez a palér tuti Rambó. Igen. Robot. Mi történik? Game over, és annyira örülnék, hogy tenne még a játéknak. Jesus Christ! Hát ez meghalt. Rambó, gyerünk! Mondom én. Védjük meg a bázist, jó van, de hát hogyha látnék is valamit a füstől, mert most... Jó, kijövök itt. Na. Használd a robot szemét. Az lesz. Azért mesterséges intelligencia is oda pattint. Hogy jutottam át? Itt ezelőtt átmentem a falon. Menj már vissza valahol, mert... Újra kell tölteni. Ezek jó vagytok, ketten vagytok, ott vagyok. Mindjárt megölnek azzal, hogy... Nem mozog. Maradjon. Az lesz. Na végre itt van valaki. Úgy. Megint elfújt a történet, úgy van. Köszönöm, vagytok. Gyerekek! Na de, nekem erre is. Akadósan nem fog nagyon jól menni, azt garantálom. Ez nem olyan játék sajnos.
szembe elvileg gondolatok bent. Nincs sehol, ha? Térkép már megint bagyúzik, ezt is el szokta játszani. Ha valami megölik a társukat. Follow me, I'm a consolidate the platoon and counterattack. Na. Végre a társam is használták magukat végre. Ugyan már ki. Úgy. Van még egy. Úgy. Na. Erre, előre. Úr, gyerünk, csináld meg. Nem vicc, csináld meg. Itt vagyok, te. Most... hova kell menni? Itt vagyok a... Na, fordulj már meg. Hát eddig nem akart ez eltűnni. Ah, checkpoint. Igen. Ah, töltés. Na, jó. Oké. Ha a játék ezt csinálja, addig én eszek. Nem érdekel. Ah. Lóét vágyod akkor. Kösz. Ne, ennyi idegtől csak szar. Ne, éhen maradsz. Hülye. A domb. Oh, milyen domb. Get the cover! Now! Hogy kaptam ezt a fegyvert vissza most? Erre őszintén kíváncsi lennék. Kaptam a társamtól, hogy ilyen fegyvert, vagy mi? Nem, az... Azt az MP4-es felvett, az csak egy illúzió volt, az nem történt meg. Na? Álmodtad. Ez a valóság. Ne feledd. Ne on. Ágránát. Jajjaj. Na. Hárman vannak, meg van egy hátrébb. Jó, akkor találjuk meg őket. Megcsináljuk. Ha nem, akkor belőle. Csináljuk meg! Csináljuk meg! Hey! Komolyan ez a szaggatás az annyira be tud tenni a játékélménynek. Hát miért? Több időd van gyönyörködni a mesés környezetben. Meg a mesterséges intelligenciában. Hát az még jobb, az még jobb. Főleg úgy, hogy próbáltam én is, hogy olyan mikor kezdenek el rám reagálni. Aztán olyan szinten közel mentem hozzájuk tényleg, hogy így kokin lehetett őket veldesni. Akkor én is ezt játszom el mindig amúgy. Szóval jó katonák. Följövök ide, hogy kövessenek. Na, gyertek. Nem jöttek? Tovább megyünk. Na, használd már. Nyomtam és nem reagált rá. Nyomtam, hogy használja a fegyvert, nem használta. Ez hülye.